Tavaly indult el a Rohus projekt, amely az egészségügyi ellátás fejlesztését célozza Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A közös szakmai utak mindhárom kórháznak fontos információkkal szolgáltak. Az ezek alapján elkészült szakmai tervet az irányító hatóság elfogadta, így ténylegesen is kezdetét veheti a határon átnyúló projekt. Ennek egyik résztvevője a Szatmár megyei sürgősségi kórház, ahol így egy helyen lesz minden életmentő tevékenység, és csak pár másodpercre lesznek egymásról a különböző osztályok. Jelenleg a sürgősségi ellátást egy 50 és egy 100 éves épületben látják el, ráadásul az egyik a Szamosbal, a másik a jobb partján található. Ez mentő autóval is közel 10 perc távolság. Az új, 6 emeletes, több mint 1300 négyzetméteres épület minden szempontból korszerű lesz. Itt ez heliport is lesz a tetején, tehát hogy az országos mentőszolgálat keretén, a sürgősségi szolgálat keretén belül lehessen egyetemi központokba átvinni azokat az eseteket, amiket helyileg nem tudunk megoldani. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon jó dolog, mert jelenleg a heliport az a kórházudvaron van, körbe magas épületekkel, és csak nappal nagyon jó látási viszonyok között működik ez. És a másik nagyon fontos dolog, tehát ez óriási tranzit van Szatmár megyében, több millió embert érint, és szakember megtartó hatása is lesz, mert ugye Romániában is egy óriási gond az, hisz a változások óta több mint 15 ezer nagyon jól képzett orvos hagyta el az országot. Az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy nem voltak meg a körülmények ahhoz, hogy osztályokat fejlesztenek. Ezekhez egy alapinfrastruktúra szükséges, amely lehetővé teszi az ellátás bővítését is. A Szatmári Kórház mellett a Kisvárdai Kórház is részesül a nemzetközi projektből. Kisvárdán a Felső-Szabolcsi Kórházban közel 1 millió eurós támogatást, 100%-os támogatást nyertünk, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a régi mondatom szerint csak 1%-ot fejlődjünk, de folyamatosan, itt most egy kicsit nagyobb lesz a fejlődési lépték. Ebből a kórházi laboratóriumot tudjuk felújítani. A kórháznak már elavult a laboratórium inkubatórája, az épületrendszere, a gépészete, ezeket teljesen egészében kicseréljük, illetve új laboratóriumi automatákat is tudunk vásárolni ebből a támogatási összegből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 3-as belgyógyászat kardiológiai része és az érsebészeti része is gyarapodni fog a közel 1,5 millió euró értékű fejlesztési forrásból. A kardiológiai osztályunkra egy úgynevezett ilyen kombó készüléket, amivel a szív-érrendszer és koszorúérnek a vizsgálatát tudjuk elvégezni, és ha szükségeltetik, akkor az a bizonyos stenteknek a beépítését is, beültetését is elvégezni, illetve a perifériás erek vizsgálatára, tehát amit az érsebészet akár intraoperatív műtét alatt is el tudják végezni, ugye, ami hát nagyon sok lábat levágnak Magyarországon, és pontosan ezeknek az eszközöknek a segítségével reményeink szerint kevesebb ilyen amputációra fog sor kerülni. Emellett cél az is, hogy a szívinfarktus okozta halálozás számát csökkentsék. Ma Magyarországon évente 30-35 ezer új szívinfarktust és 42 ezer sztrókot regisztrálnak. Szív- és érrendszeri betegségekben pedig annyian halnak meg, mint amennyien az összes más halálozási okból együttesen.